A Mozdulj Nyíregyháza programsorozat egyik már megszokott eleme a Fit Vasárnap. Korábban már tartott Rubint Réka, Katus Attila és Béres Alexandra is edzést a nyíregyházi lakcímmel rendelkező mozogni vágyóknak. Most hétvégén pénteken ikőt hívták meg a lakosság igényeit figyelembe véve, aki zóna és intervall edzést tartott. Én örülök neki, hogy Nyíregyháza ebben segíthet azoknak, akik ezt a fajta edzésmódot szeretik, életmódjuk részévé tenni, hogy ezért van itt most a péntek Enikő, hogy adjon egyfajta lelki és testi felépülést a hölgyeknek. Péntek Enikő edzői pályafutása akkor kezdődött, amikor második gyermekével terhes volt, ezért ezt az edzésformát mindenkinek ajánlja, azoknak is, akik kevés szabadidővel rendelkeznek, de szép formás alakra vágynak. Amikor a kislányom, a második gyermekem a pocakomban volt, akkor indult maga az edzői karrierem. Először ugye ilyen kismatorna gyakorlatokat csináltam, DVD-t, majd babamamatorna, és én csak egy-két évig kimondottan kismatornával foglalkoztam, és akkor utána, miután telettem erővel, energiával, ugye már rég kinőttem azt a babázós korszakot, akkor jöttek a keményebb edzések, mert ugye a kicsi gyerekek ugye nem sok időt tolerálnak az anyától, hogy amit tornára szánhat, ezért tudtam, hogy nem lesz egy-két óra edzésre időm, vagy akár futni elmenni. Úgyhogy igazából azzal kísérletezgettem, hogy szűkítettem az edzésidőt 20-30 percre, viszont nyilván ahhoz, hogy hatékony legyen, ahhoz az intenzitást kell növelni, és így indult igazából a zóna edzéses intervallos dolog, mert ez egy nagyon hatékony, váltakozó intenzitású edzés. A váltakozó intenzitású, azaz intervallum edzés a leghatékonyabb zsírégető edzésforma. Egységnyi aktív és pihenő szakaszok váltakozása jellemzi. Az intenzív szakaszokba apait, anyait bele kell adni, de mire azt mondanád, elég, jön a megváltó pihenés. Ezt újabb pörg is követi, és így tovább az idő és a gyakorlatok nehézségi fokának függvényében meghatározott ideig, tette hozzá Péntek Enikő. A Mozdulj Nyíregyháza programsorozat folytatódik, és további két fit vasárnapot is szerveznek a nyíregyháziaknak. Még két eseményünk lesz 2018-ban. November 20-án, ez egy kedd este, Katus Attila fogja átmozgatni az izmokat. Ugye vele már találkozhatunk előző fél évben, nagyon-nagyon megizzasztotta a kilátogatókat. Reméljük, hogy sokkal több férfival fogunk találkozni, mert nagyon kemény edzés lesz. És decemberben pedig egy kicsit összetettebb programsorozattal készülünk. Ott egy teljes délelőttöt szánnánk az arénában, a családokat várjuk elsősorban. Szenioroknak tornát tart Béres Alexandra, utána aerobikot is tart, ott már korosztálytól függetlenül, és számos kiegészítő program, egészségügyi mérések, egyéb mozgásformák megjelenítése, szekciótermeket szeretnénk megnyitni, tehát ez egy nagyon komoly délelőtti fit vasárnap, ami pont karácsony előtt, ezért fit karácsonyként szervezünk, készítünk elő éppen. November 20-án Katus Attila fog edzést tartani a Continental Arénában, a Fit Vasárnap keretén belül. A belépés akkor is díjtalan lesz, várnak minden nyíregyházi lakcímmel rendelkező érdeklődőt.